Ma körülbelül 357 km gyorsaságit kellett mennünk, ahol egy kis köves szakasszal kezdtünk. Sajnos az autónak a jobb eleje egyből a legelején eltört a rugónk, és emiatt a rugózás megszűnt. Viszont emiatt sajnos nagyon sokat kapott alulról, hiszen lejjebb került az autónak a teljes alsó lemeze, amelyik felfog minden ütést, és emiatt állandóan csak ütött fel az autó folyamatosan. Nem tudtunk normálisan menni, viszont a dűnéket teljesen jól vette az autó, kibírta, be tudtunk jönni. Volt egy pici eltévedésünk, de nem volt az se olyan vészes, 10 autó megelőzött közben. De egyébként én azt gondolom, jó napunk volt.